Június 14-én szerdán a Művészetek Házában került sor az Alapfokú Zeneiskola szervezésében a ballagási ünnepségre, amelyen búcsúztatták végzős diákjaikat. Zenét tanulni nem könnyű, sok lemondással jár. Sok befektetett energiát, időt igényel, hosszú órák gyakorlása van mögötte. De a kitartó munka meghozza gyümölcsét, és a mai napon mindannyian egy gyönyörű, értékes ajándékkal a kezetekben búcsúztok el a zeneiskolátoktól. Ez az ajándék nem csak a kezetekben, de a szívetekben is van. Az elmúlt évek során igyekeztetek a legjobbat adni magatokból, a sikerhez viszont másokra is szükség volt. Köszönjük szüleiteknek a támogatást, ami által lehetővé tették, hogy tanáraink jó munkát végezhessenek. Nem csak zenére tanítottunk benneteket. Annál sokkal többet szerettünk volna adni nektek. Tanítottuk, hogy legyenek céljaitok, amikért érdemes küzdeni. Tanítottuk, hogy higgyetek magatokban, és akkor bármire képesek vagytok. Hogy megértőek legyetek egymással, és magatokkal is, mert a kedves szó csodákra képes. A zene szeretete mindannyiatokban ott volt már a kezdetekben, és most, tanulmányaitok végére érve, a zenélés művészetével gazdagodtatok. Ez azt jelenti, hogy érjen bármekkora öröm életetek során. A zene ott lesz nektek, hogy megosszátok barátaitokkal, szeretteitekkel ezt az örömet. Ha elfáradtok, a hangszeretek mellett mindig megpihenhettek. De ha bánat ér benneteket, egy kis kuckóba mindig elbújhattok a zenekarjaiban, és már is könnyebb lesz a szívetek. Ez a legnagyobb ajándék, a tudás, amit senki nem vehet el tőletek többé. További tanulásatokhoz sok sikert és kitartást kívánok a zeneiskola munkaközössége nevében. Kívánom, hogy merjetek nagyot álmodni, és találjátok meg a saját utatokat. És ne feledjétek, a zeneiskola kapui mindig nyitva állnak majd előttetek, ha útközben betérnétek hozzám.